Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd. Kulák. A parasztság felső réteg ellen nem csak propaganda támadást indított a kommunista diktatúra. Az agitáció mellett akár erőszakkal is termelő szövetkezetekbe kényszerítették őket. Megroppantva ezzel az utolsó nagy társadalmi csoportot is, amely jobbára megőrizte hagyományain alapuló gazdasági és kulturális erejét, valamint autonómiáját. Milyen máig tartó hatása van a hagyományos paraszti kultúra felszámolásának? Ez itt a kérdés, kezdünk! Érkezik hozzánk Földváriné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, aki szerint a magyar vidék szovjetizálása a vidéki társadalomban egy identitástörési kísérlet volt. Szép tájú hogy szívemre nőttél, s ha lódulok, a lelked visszaránt. Idézi Takács Gyula sorait Bertalan Péter, történész-politológus. Velünk lesz Horváth Gergely Krisztián társadalomtörténész, aki úgy látja, a falvak helyzetének leromlása nem egyedül a kollektivizálásra, hanem a diszkriminatív társadalombiztosítási szabályokra és a falvakat nem fejlesztő állami településpolitikára vezethető vissza. És csatlakozik hozzánk ő Kovács József, aki úgy véli a magyar kommunista diktatúra paraszt és vidékellenes politikája ösztársadalmi, máig nyúló hatású lett. Szeretettel köszöntöm nézőinket a képen előtt és vendégeinket itt a stúdióban ma a magyar parasztság 1945 utáni kisemvízéséről beszélgetünk. Arról a folyamatról, amelyben a nemzet megtartó erejét, a parasztságot megroppantották, és amelynek következményeit, például a magyar társadalom mentális lecsúszását nagyon sokáig nyögtük, ha egyáltalán túl vagyunk rajta. Ugye a szörnyű alkoholizmus és öngyilkossági statisztikákat a Kádár rendszerből mindannyian ismerjük, de hogy függ ez össze a, a mezőgazdaság? Hát ugye, szép szóval úgy mondták, hogy szocialista átszervezésével, ez valójában rablást jelentett, de ezt majd megbeszéljük, hogy rablást jelentett, ez szóval hogy függött össze ez a, a, mentális lecsúszás azzal, hogy kisemiszték a parasztságot, 1,6 millió paraszt gazdaságról beszélünk. Mm, talán érd 1945-höz érdemes visszanyúlnunk, ugyanis a tankönyvek nagy részében máig úgy van, hogy 1948 a fordulópont, ugye ez alapvetően rákosi, rákosék által meghatározottan. Mi azt gondoljuk éppen egy évekkel ezelőtti kutatási eredmény alapján, hogy ha fordulópontot keresünk, akkor az első az 1945 volt, amit földreformként tanítanak, de mi a kutatásaink alapján úgy látjuk, meg hát így is történt, hogy a háború alatt földelkobzások és földosztás történt. Tehát ez valóban sorrendiségében megfelelő, ugye 45 novemberig még választások sem voltak, csak hogy néhány ilyen elemet ebből fölidézzek. Ez alapvetően a, korábbi eliteknek a kiiktatását célozta meg, élén a maradék nemességgel, és hát azon belül is ugye az arisztokrata birtokok felosztásával, illetve az egyházak alapvető szétzilálásával. Tehát a folyamat első lépése ez volt, és amit említettél, hogy, hogy mindenhez később hogyan kapcsolódott ez a kommunista projekt, amit már lényegében a háború előtt elkezdtek kidolgozni, tehát úgymond a vörös hadsereggel érkező magyar kommunisták már azért egy programmal jöttek és, és amikor elkobozták a földet, ugye most menjünk 61-be, amikor befejeződik a téleszesítés, ugye ez, ez az, amikor, amikor, tényleg sikerül megroppantani a magyar parasztságot. 1956-ig Rákosinak azért nem sikerül, be nagyon sok mindent tett érte, és nagyon sok mindent el is ért, például a kulákoknak nevezett nagy gazdáknál, nagyon nehéz is kimondani még ezt a szót is, hogy kulák. Szóval mi történik 61 után, mi az a lelki folyamat, amit értenünk kell, a mentális lecsúszásnak a lelki folyamatát. Én picit én is ugrok ismét. Ha, ha vesszük ezt a nagyjából 15 évet 1945-től, azért jól látszik, hogy van egy, egy folyamatos állami presszió a parasztságon, illetve az egyházakon. Ez több hullámba ott van, a parasztság folyamatosan joggal érezheti magát becsapódnak, ugye először 48-ban az egész kollektivizálást, mint szövetkezeti mozgalmat ugye önkéntesnek hirdetik meg, ugye a lenni elvek ezt jelentenék, hogy fokozatosan és önkéntesen, ugye ez rögtön nem teljesül. Aztán ott van 53, mikor Nagy Imre lehetővé teszi a TSZ-ekből való kilépésre praktikusan, ez sem történik meg egy csomó helyen, tehát hogy Számtalan olyan levéltári anyag van, ami azt bizonyítja, hogy kiléptek volna, ha hagyták volna a, 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 ezek a gazdák, akik e, rögtön azonosultak ezzel a miniszterelnöki beszéde e, 53 nyarán. Akkor 56. novembere a következő e, időpont, amikor megígérik e, a frissen felállt Kádár kormány, hogy megint csak a szövetkezetben való tagság az önkéntes, és e, sőt, még földet is lehet venni, tehát a korlátozottan a magángazdaságnak is lehet tere. Ez megint csak nem teljesül, és erre jön ez az erőszakos második hullám 59 és 61 között, amikor azzal szembesül a paraszt, hogy hát, lényleg, szó szerint kihúzák a talajt alóla. És talán még egy faktort oda tehetek, ez a 967-es földtörvény, amikor bevezetik a szövetkezeti földtulajdonnak a fogalmát. Tudnék addig, mint egy ilyen szövetkezetként, tehát ilyen kvázi részvénytársaságként, a, a bevitt földek, azok a gazdáknak a nevén, voltak. Most innentől megszüntették azt a lehetőséget, hogy az elhunyt gazdák örökösöi a földnek továbbra is tulajdonosai legyenek, hanem a szövetkezeti tulajdonként kvázi állami tulajdonná alakult ez át. Tehát így ez a, ez a presszionálás és ez több hullámban zajlott, és lényegében azt gondolom a keleti blogba szinte nálunk jutott a legtovább, mert ezt a szövetkezeti törvényaktust egy csomó szocialista országban nem vitték végig. Ugye egy traumákról beszélünk. Tovább gondolva a Gerdi gondolatmenetét, emlékszem, hogy amikor a Készítettünk egy kiállítást, ő Kovács Józsefvel, Horváth Gergely Krisztiánnal együtt, a Sorsfordítás volt a címe, és próbáltunk néhány olyan mozzanatot megragadni, amin keresztül jól lehet látni, hogy mi istük, mit is történt a magyar vidéken. És akkor került nekem is a kezembe egy a 60-as években készített szociológiai felmérés egy észak-kelet-magyarországi faluban, ami a, a szociológiai, egészségügyi nagyon sok mutatót vizsgált, és ott volt egy ilyen pont, hogy TSZ-neurózis. És hát ott kiderült, és ez a, a 60-as években készült, tehát a Kádár Magyarország és nyilvánvalóan ilyen eufemisztikusan voltak leírva a jelenségek, de tulajdonképpen a falu minden negyedik lakója T.S. neurózisban szenvedett, és amikor ezt ugye a, a kollégák kibontották, hogy mi minden van emögött. Hát ugye emögött volt a, gyakorlatilag a második TSS-ítés, vagy hát kényszer kollektivizálási hullám után vagyunk, amikor <laughs> tulajdonképpen... És 61 -t. Igen, igen, ugye ez már a Kádár korszak. Tehát, hogy itt azért azt is kell látni, hogy van a, a, a nagyon kemény, nyílt agresszió a rákosi időszaka, nyílt terrornak a, a, az időszaka, és utána ott van 56. 56-ot azt hiszem, hogy nem lehet kivenni ebből a folyamatból, hiszen ha 56-nak a a társadalom részét nézzük, akkor az egy óriási nagy közös szabadságélmény volt. És a vidéknek az 56-os forradalma, ugye, amiről azt szoktuk mondani, hogy rendpárti forradalom, hogy a nemzeti bizottságok létrejönnek, hogy előjön egy olyan elit, még egy tartalék, egy óriási társadalmi erőtartalék, hogy miután ugye megtörténik a, a, a német nyilas diktatúra, a náci nyilas diktatúra egy nagy elitváltással, majd a Rákosi korszaknak egy újabb elit tör utána van még annyi elő, erőtartalék a társadalomban, hogy egy újabb helyi elitet felszínre hozzon, akik tulajdonképpen egy rendpárti forradalmat, egy valóban autonóm demokratikus rendszerváltást néhány nap alatt 56-ban megcsinálnak, a tieszek fele fel, megszűnik, elkezdődik egy egy, egy, egy valóban autonóm helyi demokratikus rendszerváltás 56-ban, ez az, amit a kádáréka megtorlással teljesen felszámolnak ugye a, azok a perek, amik a vidéki társadalmat érintik, az azt mutatják, hogy ezeket az embereket kiszedik, a, tehát ezeket a társadalom szervező hiteles embereket kiszedik a, a helyi közösségekből, utána megkezdődik a második nagy kollektivizálás, nem csak fizikai presszióval, de ami legalább ennyire fontos, és Rövás József Kutatásaiból pont ez jön ki, hogy a, a a lelki megtörés, a, a, a pszichológiai agresszió, a családon belül a generációk egymással szembefolytása, a kisközösségeken belül a különböző csoportok egymással szembefolytása, gyakorlatilag belekényszerítek a, a parasságot a TSZ-be, és erre jönnek azok a mentális folyamatok, amik azt hiszem, hogy ezt a TSZ-neurózist kiváltják, a, az öngyilkosságoknak a, a száma drasztikusan megnő, de van egy egy, hát önmagában abszurd adat, hogy a pálinka fogyasztás háromszorosára nő néhány éve belül a, a, az alkoholfogyasztás összességében talán hétszeresére, tehát hogy olyan olyan társadalmi devienciák lesznek nagyon nyilvánvalóvá, amik, amik azt mutatják, hogy ez az a rákosi korszakban saját magát még, még őrizni tudó közösség az, az 56 leverése után, a második kollektivizálás után gyakorlatilag hogyan veszíti el a, a mankóit, a, hát ha tetszik a reményét. Ezen, ezen, a, ezen a folyamaton nem tudom, hogy túl vagyunk-e, tehát mondhatjuk-e azt, hogy vége? Egy pár gondolatot szintén 45-re, a tulajdontudatot, annak a középparadságnak a tulajdontudatát törték szét, ami tulajdonképpen egy nemzet megtartó erő. Ugyanis én azt gondolom, hogy az agráriumban az a csodálatos, hogy rendszer szemléletű. Most el lehet képzelni azt, amit elnökasszony is mond, hogy ez a TS neurózis milyen hatást gyakorolt egy olyan közösségben, ahol volt egy rendszer, reggel felkeltek, megetették az állatokat, megvolt a napi rutin, illetve az évszakoknak a rutinja, és egyszer csak ez belement a közösbe, és minden felelőtlenség, minden felelősség felelőtlenséggé alakult. És a másik, ami részben Somogy-megyéhez kötődik, idefele jövet gondolkodtam a kisgazdapárt történetén, ami egy történelmi párt. 1908-ban elindul ugye Nagyatádi szervezésében Somogy-megyéből, 1924 környékén ugye az esküd botrány miatt légiesé válik, és valahogy betogozódik az egységes pártba, utána jön egy történelmi tragédia 45 után a kisgazdapárt esetében, megint egy történelmi tragédia 56-ban. Tehát valahol a politikai képviselete és a, a tulajdontudatot jelentő középparadságnak feloldódik. És még egy mondatot engedjenek meg. 1956. október 19-én van egy somogyi összegzésnek a vitája a Kaposvári Vörös Csillagmoziban, szimbolikus, ahol négy népi jellegű író, az egyik ugye Márkus István, Szabó István e, vezetésével tulajdonképpen feltárják négy somogyi faluban azokat a problémákat, amik, amik a, amik, a, mezőgazdaságban, a rákosi korszakban keletkeztek. Megjegyzem, hogy nem voltak túl radikálisak, annyira nem voltak radikálisak, hogy a Baranya megyéből jövő Tildi és Dobi beszédét is meghallgatják ezen a Vörös moziban elmondott összejövetelen, és a nem radikális, csak a népi írók lágyabb gondolatait tartalmazó mezőgazdasági programér is elítélik később az, ezen a Összejövetelen résztvevő személyeket? Most már többször, többször elhangzott az, hogy nemzet megtartó erő. Én is mondtam, ön is említette most a nemzet megtartó erőt, hogy a parasztság a nemzet megtartó ereje. Mihez kössük ezt? Ahhoz, hogy tulajdona van, és ez a tulajdona jelenti neki a hazáját, vagy ahhoz, hogy aki földet művel, az megtanul egy nála nagyobb erővel együttműködni. Tehát ez egy szakrális tevékenység is a földművelés. Szóval, miért? És, és ott vannak a hagyományai, a szellemi, kulturális hagyományokon Él, és ez egy megtartó közösség. Miért kell rá azt mondanunk, én, hogy a nemzet megtartó ereje? Azt gondolom, hogy önmagában a, a, föld, földet valahogy meg kell határoznunk, az egyik legfontosabb történelem és társadalom formáló tényező, tehát politikai tényező, tehát nem csak termelő eszköz, nem csak az állam határa, hanem, hanem tulajdonképpen létalap minden, minden tekintetben, és ezáltal válik tulajdonképpen politikai illetve uralmi, hatalmi, uralmi eszközé összességében. Tehát ez egy nagyon fontos kiindulópont. A, a, másik, hogy miért pont 1945-ben a kommunista párt épp a, úgymond a falu felé fordult, ezt ugye számos leírásból tudjuk, az nem véletlen, mert a a hatalom megszerzésének az egyik legfontosabb eszköze. Tehát lényegében a földügy ilyen módon végképp egy politikai eszközé vált. A másik a társadalomról beszélünk, ugye, igen. tehát a szavazó polgárok nagy része ott van. Egyrészt, másrészt fontos azt hangsúlyozni, csak hogy a fogalmakat, illetve hogy ez máig szerintem csapdában tart bennünket. Ugye a Réka az előbb joggal utalt 56-ra és annak a, a következményére, én úgy mondanám, hogy a, a fogolylét állapotára, ami utána következett, mert 56 végén, 57 januárjaig, aki tudott, akart, az úgymond elmenekül, de utána ebben az országban kellett leélni az életét, amit én egy fogolylét szituációnak neveznék egy, egy kiváló lengyel szociológus alapján, aki aztán Amerikában erő elég sokat írt. A másik ez a, a, a kommunista párt uh, nyelv, uh, nyelvezete révén behozott uh, szövezkezett kifejezés, ami egyáltalán nem felel meg ennek az orosz típusú kolhoznak, ez ugye máig ezt mondom, hogy tévedésbe tart bennünket, mert... Hát az, hogy beszéljünk majd. Így tehát a kortársak is, ahogy mondták, hogy a TS, hogy a fiatalok nagy része másra gondolhat, ez ugye a termelő szövetkezet szónak a rövidítése, és a kortársak ezzel viccelődtek, két baj van vele, hogy nem termel és nem szövetkezet. Ugye a hagyományos szövetkezeti mozgalom gyökerei Magyarországon is a 19. századig nyúlnak vissza, mint nyugaton, és lényegében a kommunista párt nem tett más, mint ki. Írta a táblára, hogy termelő szövetkezet, és ezen cégér alatt lényegében a magántulajdont fokozatosan felszámolta, és itt a felszámolási folyamatot társadalmi értelemben véve, a számok nyelvén is beszélve, hogy 1958-ig mintegy háromnegyede a magángazdaságoknak magántulajdonban volt, és a 61-re fordult ez meg radikálisan. Ezt és számban, ez 1,6 millió, hát ez, ez több. Ez majdnem 1,7 millió és hozzáveszük a családtagokat, hozzátartozókat, lényegében a társadalom feléről beszélünk. És nagyon fontos millió, hangsúlyozni, mert sokakat nem érdekel az agrár történet, hogy amiről itt szó van, az egy máig nyúló ösztársadalmi kérdés. Trauma a trauma is? Abszolút, ugye több ok miatt. És ugye az ennek az elfolytottsága, tehát ezeknek a kollektivizálási kampányoknak a, az elfolytottsága, ami nagyon fontos, és, és itt hadd említsem meg, és aztán bezárom, egy 15 évvel ezelőtti, 14 évvel ezelőtti interjúmat egy Komárom megyei faluban a polgármesterrel beszélgettünk abban a az irodában, én tudtam az iratok alapján, ő meg aztán megerősítette a saját család történetei alapján, hogy ebben az irodában kínozták 60-ban az ő rokonait is. És megkérdeztem, hogy nem gondoltam még arra, hogy kitesznek egy táblát, nem névvel, hanem hogy kicsit oldják ezt a, az elfolytást. Mondta, hogy ez még nem jutott eszébe. Ez csak azért vetem föl, hogy a mindenkori államnak, amely ugye örökli akarja, nem akarja ezt az egykori állami erőszakot, valahogyan ezeket ezeket a traumákat, ahogy például ez mondjuk a, a, németek esetében megtörtént, ugye két diktatúra tapasztalata alapján valamilyen módon föl kell vállalni. Jó, akkor nézzük meg most egy részletet Rákosi Mátyás beszédéből. 1948. augusztus 20-án mondta el ezt a beszédet. A beszolgáltatás fölér egy népszavazással. A dolgozó a szövetkezés a kölcsönös segítés és a közös munka útját válaszza. Szóval itt ugye ebben a pillanatban már túl vagyunk az 1945-ös földosztáson. Miért volt csapda ez a föld elkobzás, és aztán a föld, hogy is fogalmazott? Földosztás. Földosztás, így fogalmazunk? Ez föld az, az, korrekt, de nem földreform. ugye a földreformnak földrefor. vannak más kritériumok. Szóval miért volt csapda? Egy mondatot, ha szabad mondanom, itt eszembe jutott Rákosiról, sem Rákosi, sem Gerő, sem Farkas, sem Révai nem értette a vidék problématikáját. Én azt gondolom, hogy, hogy azért a személyi konstelláció is azt eredményezi, hogy azt nem merem kimondani, hogy gyűlölték a vidéket, de, de veszélyesnek tartották. És, és ez biztos, hogy rányomta a bélyegét. nagyimre mindig kívül van igazából a hatalmon szerintem. Tehát persze szimbólum, Kaposvár szülötte, de mégis nem, én úgy azt gondolom, hogy nem nagyon tudott ő beleszólni a, ezt a kifejezést használjam a hatalom boszorkánykonyháiba, a nagyok játékába. Nagy volt, meg magasztos út valameddig, de, de ebbe a hatalmi játékba igazán szerintem sose szólt bele. Azt hiszem, hogy itt a 45-ös kérdésnek az egyik kulcsa az az, hogy itt egy olyan problémával állunk szemben, ami tulajdonképpen a 20. századunkat meghatározta. Tehát, hogyha az ember a népi írókra gondol és a, visszagondol, és a két háború közötti magyar társadalom alapvető problémáira a földkérdés, az egyik, hanem a legsúlyosabb kérdés, tehát a nagy szorítása az, egy, az egy, egy, egy nagyon erősen tematizált és egy össztársadalmi, összpolitikai probléma. És hát foglalkoztak is vele többen ugye hát, a 1900-as évek eleje óta, tehát több ilyen földreform tervezet is volt. Hát, hogy ne Kerék Mihálytól kezdve itt a népi írók közül nagyon-nagyon sok, nagyon komoly <hül> euh, gazdasági, szociológiai, politikai elképzelés volt. Tehát nem az volt valójában a kérdés 45-ben, hogy kell-e földosztás hanem az volt a kérdés, hogy milyen, és ezt milyen politikai eszközként használják föl. Na most, ami a probléma, és ez az, amit a, a váltóállítás című kötetben, amit a, annak idején a, a Intézettel, a Nemzeti Érmékező közösen végigvitt, nagyon sok lokális tanulmány alapján elsődleges levéltári források alapján tulajdonképpen az derült ki, hogy itt egy valós társadalmi igényre született a kommunista párt által egy olyan válasz, amelyiknek a célja a kommunista párt hatalmi berendezkedésének a megerősítése volt, az alternatív, nem kommunista helyi eliteknek a, a, a kiszorítása, és egyáltalán nem volt az cél, hogy valós, működő, Kis birtokok, autonóm paraszti gazdaságok tudjanak létrejönni. Tehát nem és... valós, nem működő, azaz nagyon kicsi területen, kevés eszközzel, és így tovább. Egyfelől, másfelől pedig, hogyha megnézzük, rengeteg politikai visszaélés volt, tehát csak egy példát mondok. Nyilván a háború után az, hogy a háborús és népelenes bűnöket, elkövetőket felelősségre kell vonni, ez egy alapvető társadalmi politikai igény. De amikor megszületik egy olyan, olyan lehetőség, hogy az, hogy ki háborús és népelenes bűnelkövető, azt nem a bíróság, még csak nem is a helyi igazoló bizottság, hanem a, a, helyi földrendező bizottság fogja eldönteni, tehát mindenfajta valós jogi háttér nélkül, amiben a kommunista párt adott esetben többségben van, ez nyilvánvalóan olyan, helyi, olyan visszaélésekre tud alkalmat adni, aminek a, a, következménye az, hogy a kommunista pártal nem szimpatizáló kisgazda birtokosokat, azokat tulajdonképpen pillanatok alatt kiszorít a, a hatalomból elveszik tőlük a földjüket. Ugye ugyanezt történik az egyházakkal. Tehát, hogy az egyházi birtokokat tulajdonképpen kártalanítás nélkül veszik el, miközben tudjuk azt, hogy ezeknek a birtokoknak a jövedelméből finanszírozták az oktatást, a, a, a szociális ellátórendszert. Tehát tulajdonképpen, miközben az állam és az egyház elválasztásának a jelszavával lépnek föl, a közben az egyházakat az első perctől kezdve gazdaságilag, anyagilag teljesen kiszolgáltatják egy kommunista hatalmi politikai berendezkedés. És ugye itt közben azért arról is beszélnünk kell, hogy közben, közben viszályt szítanak a faluban, tehát ugye a kulák szót itt ki kell mondanunk, nem szívesen mondom ki, mert ez mégiscsak egy megbélyegző szó, amit a kommunisták találtak ki, de hogy a módosabb gazdák, vagy a tehetősebb gazdák, talán így fogalmazhatunk, ellen elindul egy nagyon kemény hadjárat, adóval, rendőrségi eljárásokkal és így tovább. Mik ennek az állomá vagy az eszközei? Igen. Tehát igazából Rékához csatlakozva, ez is már elindul 45-ben, azzal, hogy a földreform törvény úgy határoz, vagy fogalmaz, hogy a százholdnál nagyobb úri birtok, de ugye ilyen jogi kategória, hogy úri birtok nincs, tehát pont az általa említett informalitásra, visszaélésre ez rengeteg alkalmat adott, tehát ezek a potenciális kulákok már ekkora a. a vádlottak, vagy a, a kisemizettek, vagy felosztandóföldű gazdák pozíciójába találhatták magukat, és akkor 48 őszétől indul nyíltan ez a kulák ellenes hadjárat. Ugye ez kulák szó maga egyébként az orosz nyelvből került át hozzánk, eredeti jelentése az, hogy ököl, tehát nem egy pozitív jelentéstartalmú szó, és a, a uzsorázó orosz gazdákat, ugye nem volt bankrendszer, főleg nem vidéken a régi Oroszországban, tehát hogy ez a, ez a magánhitelezésnek volt az egyik eszköze, hogy a tehetősebbek kölcsönöztek a, a megszorultakra, nyilván volt biztos erre példa, hogy vissza is éltek ezzel, ez ebből szempontból most melléken. Ez egy nagyon érdekes fogalom import, mert lényegében rögtön egy stigmatizált társadalmi csoportot sikerült ezzel létrehozni. Az ő szám nagyjából olyan 60 ezer körülre tehető, tehát ennyi családot, illetve gazdát érintett ez az 50-es évek elején. A kuláküldözésnek a csúcspont ez az 50-52 közötti két-három év, itt ez nagyon furcsa egyébként, hogy a, a két személyt meg kell neveznünk, aki a, a Rákosi-féle állam szervezetben kiemelt pozícióban van, hogy nagyimra ekkor az élelmezésügyi miniszter, aki a begyűjtésére is felel, illetve a mezőgazdasági miniszter pedig Erdei Ferenc. Tehát, hogy akik. Ennek a, úgy az előélete, mint a pályájuk későbbi ö, ö, alakulás, hogy egy más sugal, de hogy tehát itt a, a vidék elleni hadjáratban azért ők elég ö, intenzíven részt vettek. És hát milyen eszközei voltak ennek a nagyon változatos eszközök. Ugye egyrészt a, a begyűjtés révén, ö, a, egy nagyfogú túladóztatás terményben, úgy mint pénzben túladóztatás. Mert, mert akik kuláknak minősítettek, annak többet kellett beadni. Tudunk, tudunk mondani arányokat, hogy mennyivel többet? Ugye itt ez terményekre lebontva volt előírva, és ami visszását az egészet, hogy nem a bruttó termésből kellett arózni, hanem előre megvoltak a kvóták, és nem számolták se a vetőmagot, vagy a tenyészállatnak a fenntartási szükségletét, nem voltak tekintette a család létszámára, illetve az időjárás alakulására sem. Tehát ez egy doktrinár kategóriák mentén volt minden terményre, vagy tejre, tojásra lebontva a adó Kategória. Bo bocsánat, de az is előfordulhatott, hogy többet kellett beadni, mint amennyit megtermelt a gazda? Hát ez nagyon rendszeres volt, tehát elég szociográfiákból, vagy akár interjús helyzetekből mai napig ezek előjönnek, ezek a történetek, hogy nem egyszer egy-egy családtag azért dolgozik városon, iparban, bányában, hogy legyen annyi plusz keresmény a családban, amin majd meg tudják venni a piacon a előírt kvóta többletet, csak hogy ne kapjanak büntetést a nyakuk de hogy mennyire tömeges volt a... a, a üldözés áldozatainak, vagy általában a parasztság kisemizésének, a, 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 hát a, ez az áldozat listája, hogy körülbelül 400 ezer gazdát ítélnek el közellátás veszélyeztetésének vágyjával az 50-es évek elején, tehát ez egy, ez egy nagyon komoly tétel, ha vesszük ezt a nagyjából kétmillió háztartást, akik ö, falun vannak, akkor ugye ez az egyötödét ö, jelenti. Tehát hogy és az ítélet az bőr Törtön, pénzbüntetés, is, is, és is igen. Is, is. igen Volt is. kivégzés is, ugye békésben, nyilvánosan. A következőket szeretném még ezt hozzátenni kicsit időben is előre haladva, hogy hogy nem 53-ban úgymond hagyták abba, számolták föl az kulákülzés, még pontosabban a, a gazda elitnek a kiiktatásáról beszélünk. Tehát ennek a projektnek a lényege, hogy a korábban úgymond fölül lévőket akik presztízsel bírtak a helyi társadalomban, ők gyakorlat kiiktatják, és elindul ez a más típusú társadalom szervezés, hogy ez folytatódott, hiszen 1959-60-ban is ismerhetünk még olyan nyilvántartásokat, ahol úgymond a tanácson, a párbizottság a rendőrségen számon tartották a, a kulákokat. Tehát ez ügyben még van, egy, van némi feladatunk a kutatásban, és ez, ez illeszkedik ahhoz az állításhoz, hogy a valójában a a Rákosi korszak a módszerében sok tekintetben 1962-ig tartott. Tehát ez a ilyen típusú kicsit politikatörténeti elválasztás, ez nem biztos, hogy mindenben ő, helyén való. Még, még, valami, amit az előbb a Péter említett, az, én azt mondanám az érdekképviselet, tehát illetően a vidék érdekképviseletét illetően és 56-hoz kapcsolódva, és az erőt ez megmutatja, hogy konkrétan 1956. novemberében Kiskunhalason, Úgymond szava, választásokat rendeztek, és Nagyszeder István, ugye híres ö, szereplője ennek a kommunista ellenes mozgalomnak, 76%-ot kapott a, a, a pártjával. A történéseket ebből a szempontból nézve, tehát a gazdelitnek a helyi súlyát, illetve még úgy lehet jellemezni, hogy nagyrészt a helyi egyházközségeknek a Megroppanását is, hosszú távú hatását bizonyos tekintetben máik szintén ehhez a kényszer kollektivizáláshoz is kapcsolhatjuk, hiszen a, a helyi gazdák egyben, a helyi egyházközségeknek, protestánsok esetében a presbitériumoknak a tagságát is képezték, és ugye ne feledjük az egyházi hozzájárulást. Tehát ennek látványosak a mutatói a 60-as, 70-es években hogy mit jelentett tulajdonképpen az utolsó nagy társadalmi csoportnak a a kiiktatása a kényszer kollektivizálás befejezésével. De ugye ezt végül a Kádár rendszer fejezi be, és itt már említetted azt, hogy hogy bizonyos értelemben a rákosi rendszer 1962-ig tart. Ez ez a termelőszövetkezetek kialakítás, vagy hát a kolhozok kialakítása szempontjából biztosan Ami van? Ami kísérletezem vele, nem kell egyetélteni, én kényszer kifejezést használok, mert ez nagyjából életszerűségében megfelel egészen a 90-es évek elejéig tartó szabad, tartó folyamat. Szabad egy mondatot mondanom? Nagyon ravasz a kádár korszak, ugyanis vannak ilyen kicsit ilyen patyomkim nevezetű szervezetek, mondjuk Barcs Vörös Csillag MGTS, ahol ott Többé így, így az, MGTS, bírt. az MGTS csak az ifjabb néző kedvéért, tehát mezőgazdasági termelőszervezetet. jelent. E, még ez egy viszonylag érdekeltsége alapon működő dolog, de, de ide, idehozták például 1956. júniusában Balcsra e, Szuszlovot, idehozták Rákosit, 56 előtt, hogy a magyar mezőgazdaságban minden rendben van. Ki Kihozták három-négy embert, meginterjúolták, és, és a naplójában úgy szerepel ez, hogy hogy a Délvidéken a magyar mezőgazdaság mindent ö, ural, rendben van, és hát igazából itt nincs gond, pedig hát azért már nyáron is, 56 nyarán is azért forrong a vidék. A másik ilyen volt, azt hiszem, Nádudvar, ha jól emlékszem, egy ilyen rendkívül előtérbe tolt szervezet. És hát, hogy előbb itt említették az egyházakat, 1964-ben Páter Kerkainak van egy kísérlete, amiben leírja, hogy hogy kellene Somogyban, Somogyi Kísérlet néven, a mezőgazdaságot rendbe tenni. Bocsánat, ide is csak egy kis fűszer, ugye Kerkai Jenőről beszélünk. Igen, a, kis a, a, a aki a, a legény egyleteket fogta, Igen, öszer, a szerzetes. És 1949-ben egy nagyon rövid ideig a Kaposvári rendháznak a vezetője, és innen hurcolják el 49 decemberében egy nagy baleset a Balaton környékén szerintem, ez egy megrendezett merénylet, bár ezt én bizonyítani nem tudom, mert a források nincsenek meg, meghal egyébként egy avh tiszt is, ő akkor utána börtönbe kerül, megvakul, és 64-ben csinál egy gyönyörű komplex tervet a vidék rendbetételére, és ezt annyira magáinak érzi, hogy elküldi Kádárnak, és hát ugye ennek a hatására történik egy borzasztó megtorlás, ráállítanak egy ügynököt, aki aztán végigkíséri az életét, aki, aki, tulajdonképpen az egyik barátja. Nézzük, nézzük, meg, szívesen megnézném most a Kádár rendszernek a módszereit. Ugye, ha azt mondjuk, hogy a Rákosi rendszer sok tekintetben 1962-ig tart, hát ugye mondjuk a, a megtorlás, az 56-os megtorlás 61, ugye 61 augusztusában végeznek ki talán, végzik ki talán az utolsó 56-osokat az utcai harcosok közül, de hogy a termelőszövetkezeteknek a kialakítása is 1961-re fejeződik be, a módszerekről beszéljünk egy kicsit. Be kell verni a népet a termelőszövetkezetbe? Tehát az, az már megtörténik 61-re. Én megint egy nagyobb keretbe helyezném ezt a, ezt a problematikát. Ugye a, a szocializmus, illetve ennek a világi kísérlete magára egy modernizációs projektként tekintett. A modernitást döntően az iparral azonosították, és a városi városiasodással, a városépítéssel, most ennek volt egy anyagi vonzata, hogy ezt föl kellett építeni, ezeket a létesítményeket, másrészt emberekkel működtetni kellett. A mezőgazdaság volt az, ami is legkisebb költséggel tudott exportképes cikkeket előállítani, tehát volt egy fontos ebben a valótainséges időszakban, ugye itt a mi a világnak ez a keleti fele, ugye a rubel vonzás körébe volt, de minden, ami valódi technológia volt, azt márkáért vagy dollárért kellett behozni. Tehát a mezőgazdasági exportnak nagyon fontos szerepe volt ebben, hogy ezt, ennek a bázisát előteremtse. Másrészt a munkásokat a falvakból lehetett legkönnyebben első generációs munkaerőként beszipkázni a, a városokba. Tehát az, hogy létrejön a, a T.S. esítés létrejönnek a T.S.ek, ek ez a masinéria nem tudott volna tovább működni, ennek még véleményem szerint volt két másik fontos pillére, az egyik a biztosításon keresztül, tehát a TS tagok azok sokkal kedvezőtlenebb kondíciókkal voltak bármiféle TB juttatásra jogosultak, mint az ipariak. Tudni kell, hogy a korabeli tévű jog az mindenféle értelmiségi, illetve íróasztal munkát is ipari kondíciójú biztosításnak vett, tehát nem szó szerint a munkásokat kell ezzel att érteni, sőt még az állami gazdaságoknak a mezőgazdasági munkása is ipari minősültek a biztosítás szempontjából. Tehát ez jelenti azt, hogy kevesebb családi pótlékot kaptak a TSZ tagok, 68-at követően kevesebb gyest, később mehettek 5 évvel nyugdíjba, a nyugdíjuk az kevesebb volt, mint a, tehát a minimál nyugdíja, tagok után kevesebb volt, mint a legkisebb ipari nyugdíj, tehát egy sor olyan megkülönböztetés, diszkriminatív elem élt, amit a hétköznapokban nyilván a sok ingázó ember révén mindenki tudott helyben, és ebben számolt, hogy Többet kell nekünk dolgozni, ugye a TSZ-ekben 10 órás volt a munkanap, a, a, és a TB is ezt vette alapul a, a műszakhoz igazodott a városokon 8 órás műszakhoz. Tehát, hogy több munkával kevesebbre voltak jogosultak, tehát aki tudott, az próbált a városokba menni. A másik ilyen ellen pedig a település politika. Ennek már van előzmény, 1950-51-ből volt ez az úgynevezett terület területrendezési intézet terintnek volt becézve, amely már akkor készített egy tervezetet a gazdaságosan működtethető településekről, és ekkor a 3200-as magyar település állományból van 1530, amire azt mondják, hogy nem fejlesztendő. És 20 évre rá, 1971-ben ez nagyjából ilyen fű alatt él tovább ezeknek az irányelvei, de 71-ben kormányrendelet vagy határozat lesz ebből, és az országos település fejlesztési koncepció, az 2000 településről kimondja, hogy nem fejlesztendő. A, ezt az OTK-nak rövidített településhálózat fejlesztési koncepciót csak 84-ben helyezték hatályon kívül. Tehát azt lehet mondani, hogy 48-szal elindul a kulák üldözéssel, illetve az erőszakos kollektivizálással egy vidék elleni hadjárat, és ennek a formális kereteit, ha a településpolitikát ideveszem, csak 84-ben helyezik hatályon kívül, illetve a nyugdíj területén megmutatkozó diszkriminációk csak 1980-ra egyenlítődik ki. Tehát eddigre lényegében azok a nagyon rossz demográfiai folyamatok, vagy mentális folyamatok már lefutnak, és most ennek a következményeit, bűneit vissza, a, vagy örökli az ország. Te ahhoz a gondolathoz csatlakoznék, hogy a Kádár rendszer saját magát egy ilyen modernizációs projektként határozta meg, és nyilvánvalóan van egy kort, Tendencia is. Tehát, hogyha elnézünk nyugatra, nyilvánvalóan ott is a mezőgazdaságból élők aránya az csökken. Viszont van egy nagyon fontos különbség. Az egyik az az, hogy valamelyik általunk kiadott kötetben olvastam, hogy míg a nyugaton, a, ugye Magyarországon a, a, a termelőknek az 50% tehát az a pont, amikor a, a, a lakosság 50 a még mezőgazdaságból él, 20 vagy 20 év alatt ez lemegy 25 ra Tehát a felére csökkent 20 év alatt, és ugyanez a folyamat Nyugat-Európában egy nagyjából 90 éves időszakot ölel áll. Tehát, hogy egy nagyon gyorsan, nagyon radikálisan történik meg egy óriási társadalmi változás, és ennek nyilvánvalóan van társadalmi ára. Tehát ugye ezt is bele kell kalkulálnunk, amikor a modernizációs folyamatról beszélünk. A másik, hogy amire, amire kérdezett szerkesztő úr, hogy amikor ez az egész kollektivizálási folyamat történik, ennek ugye míg a, a, a rákosi korszakban nagyon erős a direkt fizikai agressziós eleme, addig amit látunk a, a kádár korszakban ez az egész folyamat nagyon erősen egy ilyen, ilyen pszichológiai, administratív erőszakkal is ö, ö, hát ö, párosul, illetve amit szerintem a kádárik nagyon ügyesen csinálnak a maguk szempontjából, hogy itt tulajdonképpen generációkat tudnak egymás ellen fordítani, tehát mondjuk egy konkrét példa, hogy amíg a, 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 a nagypapát vagy a, 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 a papát bebörtönzik, és egy... egy ö, ö, koncepciós perben elítélik, addig a fiúnak mondjuk lehetővé teszik, hogyha belép a TSZ-be, akkor agronómus lehet. Tehát egy, egy, minimális, de valami fajta hát társadalmi mobilitást adnak. Na most innentől kezdve ez az egész konfliktus, ez családon belülre is kerül, és elkezdődik egy olyan, ugye csak Őkvárs Józsefről veszem a kifejezést, öntabusítási folyamat, ahol tulajdonképpen a családokban azért sem beszélnek már ezekről a dolgokról, mert nagyon sokszor védik a gyerekeket, ugye a összekötik a, a belépést a továbbtanulással, tehát hogy, hogy, hogy a, a, azért lépjen be ugye a, 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 a TSZ-be valaki, hogy utána a gyerekének a továbbtanulását lehetővé tegye. Tehát, hogy itt olyan feszültségek kerülnek családon belül, amit nagyon nehéz beszélni. És ott Ez vagyunk a, a mentális problémák. És, és akkor még egy, egy utolsó utolsó gondolat, hogy a harmadik, hogy megint csak van egy olyan a korszakot jellemző modernizációs folyamat, ami ugye a, a társadalmi közérzet mégiscsak a kádár korszakhoz köt. Tehát az, hogy, 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 bevezetik a faluban a villanyt, a vizet, fürdőszobát építenek, ez akkor is megtörtént volna, hogyha ha nem a kádár van a hatalmon, és nincs egy ilyen, ilyen kényszer kollektivizálás az előtörténetben, de mégiscsak ahhoz képest, hogy milyen erőszakos volt a rákosi rendszer, 62-ben lezárul ez a kényszer kollektivizálás, és utána tulajdonképpen a nyugalom időszakát, és ezeket a, ezt a, a, a előrelépést a, és, és egy biztonságot, ezt mégiscsak, na, főleg a rendszerváltásból visszanézve, a kádárhoz kötik, és ezért van tulajdonképpen, azért, mert ezt is ki kell mondanunk, van egy olyan nosztalgia, egy olyan, olyan érzület, hogy azért mégiscsak ez volt a, a, le, a, korábbiakhoz képest egy biztonságosabb és gyarapodást elősegítő mielőtt, mielőtt, a, mielőtt együtt. Igen, mielőtt tovább mennénk, nézzünk meg most egy részt a másik Magyarország című dokumentumfilmből, amely a neves képzőművész Bukta Imre szemszögéből mesél a hagyományos falusi élet eltűnéséről. Hát én szerintem a bajok gyökere nyilvánvalóan az, hogy a Földet elvették az emberektől. Ez így most nevetségesen hangzik, mert állítólag visszaadták a rendszerváltáskor, csak nem az embereknek, nem a falusiaknak. Kaptunk ugyan pár kárpótlási jegyet, az én szüleim is kaptak, nem Föld miatt, hanem apám hadifogsága miatt. De nem volt lehetőség Földet venni, és és a 40 egy év szocializmus elég volt arra, hogy, hogy a vidékenben ember ne értékelje a földet, hanem nyűgnek érezze. Ezért inkább beladta egy a jegyeket. Hadd, hadd mondjak egy érdekes dolgot, megint a politika világából, Kádár ravasságáról. Egy ideig engedi futni Fehér Lajost, akit egyébként ugye leraknak még a 56 előtt nagybereki állami gazdaság rossz minőségű földjeit igazgatni, és amikor megerősödik az agrárlobbi a 70-es évek elejére, akkor elindulnak a TSZ elnök perek, és lekeveri tulajdonképpen, és leemeli a politika színpadáról Fehér Lajost. Tehát, hogy, hogy azért ez egy, ez egy borzasztó, ravasz, kétarcú, hát úgy fogalmaznék, hogy, hogy szinte, szinte szívet szorító ravassága a Kádár szintén nem szeret, tehát Kádár legalább annyira nem szerette a vidéket, mint, 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 az előbb említett személye. És hiába nosztalgikus a visszaemlékezése a gyurkonál, hogy ő puszta szemesen, és ebben a vidéki közegben milyen jól érezte magát. A ja, gyurkonál ez az arcképvázat. Igen, jót, az arcképvázatban hát érvel, nosztalgiázik a, a vidék iránt, ez egy, ez egy borzasztó ravasz, mondhatnám azt politikai manőver, marketing. Amit szeretnék azért itt eljutni a, az adás végére a kárpótlásig, a rendszerváltoztatásig, amit Bukta Imre de még azért beszéljünk a... Azt a nyilván jótról. sok továbbvezető ága van a tanyáktól kezdve a társadalmi áldozatvállalásig, a társadalmi árig, hogy a magáerős erős építkezéseket településeken ugye meghatározták, hogy 80%-ban magánerőből kell, és nagyjából így is történt. Én nyilván nem most idő további részletezése, egyet szeretnék kiemelni, ugye akikkel vitatkoznunk kell, ott is ezt próbálom többször érvényesíteni, ezt a kiinduló pontot, hogy 1981-ben, 82-ben a Földművelősügyi Miniszter Váncsa Jenő, Hosszas előkészületek után letesz egy, egy vizsgálati eredményt, amiben ilyen mondatokkal találkozhatunk, hogy az elmúlt két-három évtized iparszerű mezőgazdaságával akkora kárt okoztunk és most fordítom, hogy az akkori álmadosságnak megfelelő összeget kiszámítják, az akkori álmadosság közel 40 át kéri és 20 évet, hogy ezt helybehozzák, helyrehozzák. Tehát, hogy mondjam, ez egy nagyon fontos kiindulópont, hogy hogyan tudjuk értékelni, hogy a kezdeti, úgymond papíron létező 5000 nagyüzemből, TS-ből, azután a rendszerváltozás idején körülbelül 1300 lesz, mert ezek folyamatos szanálási eljárásokban voltak. Jó, akkor nézzük meg a rendszerváltoztatás idejét, és utána még a szavainkról beszéljünk. Jó, erre hagyjunk még két percet a végén, a szava, kollektivizálás, szovjetizálás, stb. A rendszerváltoztatás környék. ugye itt két lehetőség van, az egyik a reprivatizáció, ami a politikában felmerül, a másik pedig a kárpótlás, és végül a kárpótlás mellett döntenek. Ugye azok az emberek, akiktől a Földet 1945-ben, 48-ban, az 50-es években vagy éppen 61-ben elvették, azok hát már nem fiatalok ekkor. A lehetett lehet -e még, lehet -e volna e támaszkodni még rájuk, vagy már nem? Hadd mondjak egy egyszerű dolgot. Ö, egyszerűen azok a személyek, akiknek termelési tapasztalatuk volt, megöregedtek. A falvak egy része alvó faluvá vált, szintes kanzenni. És ö, amikor bejön a ilyen-olyan eredetű tőke, akkor egyből megindul 89 után a spekuláció. Ez a kárpótlási jegyekkel való hazárdírozás. Fiatal egyetemi oktató voltam, egy agrár egyetemen fiatal hallgatók ö, éjszaka álltak sorba kárpótlási jegyekkel manipulálva, ö, nem értve még a, az új kapitalizmus logikáját. Tehát magyarul egy spekulatív tőke kezdte meg a magyar mezőgazdaságnak a nevet magánosítását. És ennek lett az áldozata a cukoripar és az élelmiszeripar néhány nagyon fontos zászlóshajósa és szegmensek. Igen, hát én is készítettem egy filmet akkoriban Fekete Földek címmel egy olyan osztrák gyökerű befektetőről, aki 92 tárcsával licitált, ugye különböző, de hát ezt magyar emberek adták el, neki nem volt törvénytelen, amit csinált, csak nem volt, nem volt jó látni, a kisemmizés végét láttuk tulajdonképpen. Hát amiről itt szerintem most beszéltünk, alapvetően, úgymond a szocialista modernizáció címszó alatt, hogy úgymond a, a teret próbálták a feladatokhoz, az aktuális cégkétűzésekhez igazítani, vagy a gépesítéshez, ez lát, és a helyi tudás, helyi ismeretek lehetséges teljes kiiktatásával, és nagyjából én így tudnám ezt értelmezni így röviden, tehát így ez a mintázat, hogy kialakultak ezek a vákumok, és akkor jött a, Úgynevezett rendszerváltozás, inkább rendszerváltásnak az időszak, ami egyébként már jóval korábban elkezdődött, hiszen a 80-as évektől már mérhető, ahogyan a cégek nevén kezd megjelenni a Föld. Elég csak azt fölidézni, ugye mi most erről írtunk egy közel 800 oldalas könyvet, a Föld nem tud futni címmel, tehát nehéz itt címszavakban összefoglalni, de azt, azt a megkésedtséget most látva utólag kutatóként is, ugye én akkor is ezt valamilyen módon megéltem, döbbenetes, hogy 91-2-től születnek meg azok a törvények, 94-ig többször visszatérve, és mindaz, ami itt történik, és gyakorlatilag ugye végbe megy a, egyéb értelemben a, a, privatizálás, tehát újabb vákumok keletkeznek, ugye mind demográfiai értelemben, tehát népesség összetételben, mind pedig, pedig anyagiakban, a, magyar társadalom, és ezen belül kiemelten a vidéki társadalom egy, egy, egy aggasztó helyzetben van, ugye több mint 660 ezer munkanélkülivel hirtelen. tehát ez egy ez rendkívül traumatikus sorozat volt, tehát ugye visszanyúltak a 47-es alaphoz, lényegében a, az egykori tulajdonosoknak talán 80 százaléka körülbelül, akiknek semmi köze nem lett egykori földjéhez, de mondom, ehhez a Gergő által említett 1967-es Törvény egy, egy kulcs, amikor ugye ösztönözték is, hogy lehetőleg szabaduljanak meg a földjeiktől, amelyeket úgymond TSZ tulajdonná tettek, és azután egyéb ilyen célokat szolgált az a későbbi évtizedekben. Hát ugye és a nemzet megtartó erejéről beszélünk, ugye így kezdtük tulajdonképpen az adást, no, még a szavainkról váltsunk pár szót, mert, mert amikor azt mondjuk, hogy kollektivizálás, vagy a mezőgazdaság szocialista átszervezése, vagy a mezőgazdaság szocialista modernizálása különösen, akkor valahogy nagyon tévútra visznek bennünket a szavak. Nekem eszembe jut egy történet, elnézést csak, Pécsen volt az albérletem, és egy idős néni aki mezőgazdasági családból származik, ott ült lent, és az öngyilkosságról gondolkodott. Ez a 80-as évek közepe, második fele inkább. És megkérdeztem, hogy miért. És a válasza az volt, hogy az egész családomat kiszakították a földből. Szerintem ez a mondat, ez megmutatja azt, hogy a panelba bekerülő, egész életében, a falusi életvilágban virágzó női sors az, az nem él meg egy, ipari lakótelepen. Elnézést ezért a kis történet. De itt. ugye nem csak a földről beszélünk, a hagyományokról, a közegről, a tudásról és mindenről, ami ezzel együtt jár. Így van. Nekem a fogalomhoz annyit, hogy a, ugye, a mondta az előbb, vagy többször is ezt a kényszer kollektívzálás, hogy egy kicsit olyan erőteljesnek hat a fülünknek, mert nem vagyunk hozzászokva, pedig tökéletesen visszaadja a, a, a lényeget. És ha a nemzetközi szakirodalmat vesszük, akiket nem lehet semmiféle nacionalista elfogultsággal, meg nemzeti eskedéssel, nem tudom mivel vádolni, akkor az angolba a force collectivization, a németben pedig a zwangskollektivírunk, az egy teljesen bevett fogalom. Tehát, hogy én nagyon pártolnám az, ha itt a, a, akár a szűkebb szakmában, mint ilyen össztársadalmi szinten is a TSSsítés, vagy szövetkezetesítés helyett átvenni e két szónak a helyét, az, hogy kényszer beszélünk, és ö, ez a, a, a falus téteket és a, az egésznek azt a súlyos örökségét sokkal jobban kifejezi. Kádár János számos módon hozzájárult ehhez a fogalom meghatározáshoz 1958-as idézetét nem egy helyen szoktam idézni, ahol pontosan elmondja, hogy ez másként nem fog menni, csak erőszakkal. És ezt be is teljesítették teljesen. Ez az erőszak, ez megjelenik most még ezekben a szavakban, amiket használom. Ez egy verbális erőszak, átkeretezünk valamit, TSS-esítésnek nevezzük, miközben valójában szó, rá, a szót Ez Ezek ilyen eufemizmusok vezélek. ezek sokszor. Hmm. Ez visszaköszönnek még a szakirodalomban is, tehát a történészek között is ezek a szavak? <laughs> Folyamatosan. <laughs> Ez, ez egy ilyen reflex lényegében, amiről itt most beszélünk, vagy az elmúlt néhány évtizedben, vagy kutatócsoportként tíz évben foglalkozunk, az én azt mondom a 60-70 éves szakmai tabusításoknak vagy ismerethiánynak. Tudható be, és most azért is ütközünk esetleg ellenállásba, mert hogy hogy most jöttünk elő ezekkel a kutatási eredményekkel és természetesen, hogy az eddigi beszédmóda az repedezik. Jó munkát kívánok akkor ehhez önöknek, úgy látszik, jó, hogy összük. ezen is van mit dolgozni. Kedves nézőink, önök az ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaklikhu és a Youtube-on valamit meghallgathatják, a Spotify-on is. Mit jelent és hogyan valósul meg, hogy a házasság férfi és a nő szövetsége a házasság hete felütéseként erre keressük a választ a következő, ez itt a kérdésben. Tartsanak velünk legközelebb is. A kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!